Nem hiszem el, hogy nem főztél. Nem hiszem el, hogy itt vagy fiatal asszony léted, azt nem teszel fel egy levest, mert nem főző. Mások nem egy nap nem főznek, hanem körülbelül egy évig nem főznek, és mégis jók. Hát hagyjam ezzel a hülyeséggel. Na, hagyjam ezzel a hülyeséggel. Na, induljunk meg valamerre. Na, gyerünk, valami nagy boltba menjünk, vasonhoz főzzünk. Én nem akarok főzni ma, na, nem érzem jól magam, egy kicsit fáradt vagyok, vagy nem tudom mi bajom van, vagyok, mint aki agyon van ütve, nem akarok főzni. Na, hogy nem akarsz ma főzni, csöplevest felteszel, akkor haladjunk ma, akkor menjünk étterembe. Akkor gyerünk étterembe. Na, gyerünk akkor. Cipőm ki van mosva? Ha mit tudom én, nézd meg. Na. Lehet, hogy ez a megszorítás éve nálunk, de hogy nincs étel, ez szomorú. Azt, hogy ilyenkor ma frötyög a leves, ma a húsok ki vannak koffolva, az most meg semmi nem volt. Hát szomorú vagyok. Én nem tudom, hogy mi bajod van neked, de se kitakarítva, se megfőzve, öregsz. Te sminkelni azt tudsz, hogy gyerünk ma, induljunk ma még, mert éhes vagyok. Ide figyelsz ma arra, ami? Na, szana szét van ez a ház. Tényleg majd el kell egy alapos takarítás. Nem foglalkozom mindennel, csak velem ne. Te vezetsz, vagy én be? Majd én vezetem. Jaj, de piszkos ez a kocsi. Ez tiszta retek. Nem hiszem el, basszus, hogy tiszta retek ez a kocsi. Akkor vezessél ma, te. Hogy én olyan éhes vagyok, komolyan mondom. Fogyókúra ide, fogyókúra oda. Hogy vezessek én? Majd vezetek én, na. Na, gyerünk. Jaj! Fordulunk, hát most azt kivettünk, hogy most a kamerában. Hát én már előtte való nap elterveztem, hogy bemegyek hozzájuk, és csinálok náluk egy kis problémát, mert ők mindig kidobálnak engem, kiabálnak velem. Én elhatároztam, hogy át fogok menni, az jó is jött, hogy most elmennek. Aha. Nem bírom ezt valamivel kipiszkálni. Nem is nyúlunk hozzá, mert akkor így énekel. Hát nekem kesztyűm is. Hát mindjárt bemegyek én, tudom én, hogy mi van. Nem lesz itt probléma. Mindjárt megnézzük. Hát azért alcáztam magam, hogy ne ismerjenek meg a szomszédok, hogy azt mondják Győzinek, hogy én mentem be. Hát a kesztyűt meg azért ne hagyjak új lenyomatot. Én teljesen profi módon szoktam dolgozni. Azt a mindenit. Hú, szegény Beank. Egye fele. Na, van meg lesz. Ez igen. Ezt azért kaptak tőlem, mert mindig kidobáltak engemet, mindig ordít velem a drága aranyos testvérem, pedig egy helyről jöttünk, egy helyen születtünk, mind a ketten,
neki nem kéne annyit kiabálni. Jobb otthon főztünk, uram, megpucolgattam volna neked a répot. Te. Rendes egész est azzal vertem volna. Ma főzeked az öcsét krumplilevest. Lesz benne minden. Ha én nem szóltál neki, összedobja neked. Szóval mai nap úgy ébredtem, hogy nem lesz jó napom, úgy ébredtem. Úgy ébredtem. Akkor miért nem feküdtél tovább? Miért nem aludtál tovább? Hát olyankor, amikor úgy ébredek, hogy ó, még ez nem jó, akkor húnyom vissza a szemeimet. Te miért nem úgy vagy vele? Nem rossz ez a dió. Bea. A jókot elteszi magának, Bea. Hát igen. Bea. Ja, hagyd keresse a cuccait, Bea. Hagyd keresse a cuccait. Hogy hadd keresse. Megérdemlik, mert mennyit szívatnak engem. Megérdemlik. Na, kést is lefagyasszuk nekik. Ugye. Nem értem azt, hogy azt nem értem, hogy hetek óta nem akarsz főzni. Neked mindig azt nem értem, helyet. Akkor tizedes doktor minek műtött meg? Azért műtött akkor meg, hogy minek egy kis mentél étre? Szenvedni? Zsírt vettek le innen, onnan, innen fúrtak, faragtak téged. Minek? Aki annyit eszik, mint te, akkor az maradjon kövér. Akkor ez nem arra jó, hogy most én így akarom magam, meg olyan szép akarok lenni. Hát akkor az legyen kicsit pufi, az kész. Kövér ez te vagy? Ma ne haragudjon. Én kérek elnézést, én nem kövér vagyok. Nagy darab. Nem, jó húsban lévő... 40-es. Teltkarcsú 40-es. Az a... Ha hirdetnéd magad, pontjú. Akkor úgy hirdetnéd magad, hogy jó húsban lévő 40-es, keresi az igazit. Nem elöldeszka hátul létsz, hanem az a... kerek. Székeket is öldöztük nekik. Hát tudjék azt, hogy volt itt valami... bent a házban nekik. Megérdemlik különbe, nem voltak velem igazságosak. Így azt vehetnek, új lenyomatot is, amit akarnak. Alig akar kinyitódani. Na, kellett neked étterem. Akarod étteremben megint. Te a lampát azt úgy hagytuk. Nem, én lekapcsoltam. Be a néz ma. Mi van? Nézd, ma valaki fekszik ottan. Valaki fekszik? Úristen! Mikor beljebb haladtam a konyhába, és megláttam ott valakit feküdni, hát megmondom őszintén, lepergett az életem filmje. Mi ez? De ez ide mi van? Jaj, úristen, győzve, Zsolti! Zsolti, mit keresel itt? Hogy jöttél be? Ha be volt zárva, az... Jó van, ma győző. Ide gyere. Én csak izé viccelni akartam, győző! Gyere ide. Nem, én csak viccelni akartam. Ide gyere. Nem, én viccelni akartam, győző! Ide gyere, beje. Ide gyere, beje. Ide gyere, beje. Győző, én csak viccelni akartam. Szerintem elborult nála. Vagy nem vette be a tablettáját, vagy nem vette be a gyógyszerét, elborult az agya. Ez olyan gyerekes, hogy kesztyűbe, alarcot húz magára. Tudod, én ezt farsankor csináltam. Minek kérdéve, ez minek van kiszúrva ez a rizsai? Mi ez a rizsai? Meg akartam viccelni, bejártam, mindig kidobott. Minek van, minek raktad ide ezt? Minek raktad ide ezt? De nem, Egete, ezzel, hogy ezt kiszúrtad, ugyanúgy ki foglak dobni. Ha most már az apakot is be kell falazni, hogy nyugodj el bejönni. Minek nem a győző? Minek jött? Gyere ide, nézze a szemembe, ide nézze a szemembe. Minek jöttél be? Minek jöttél be? Kesszíve vagy, mint a bolondó? Azért jöttem be öltönbe. Lássak, hogy úriember van, hogy a rendőrökre szóljanak. Minek basztal be? Hol jöttél be? Hol jöttél fel az? Ablakon szétizítem a szúnyoghálót. Milyen szúnyoghálót? Most jöttetem a szúnyoghálót. Hát ti leütlek úgy, hogy beletöbb lesz. Minek jöttél be a házunkba? Igen? Basta mindenit az igene! Van szép út! Ez van szép út! Ma ne ragudjál már! Azért most ilyen hülyeségekkel az embert megpofozni. Én úgy gyomortáikon rúglak, megmondtam, hogy te nekem nem lesz rokoz, kesztyűbe vagy, mint a bolondó! Mint a hullaszállítók vagy kesztyűbe! Belekeveredtem ebbe a csatapatéba, ez nem szép dolog, úgy győzött, hogy kiosztott egy nagy sallert, megmondom őszintén, mi most is zúg a fejem, csillagokat látok, ezt vissza fogja kapni előbb-utóbb. Ma ne haragudjam, minek jöttél be? Voltam a te házatokban, ma aztán a te házatokban, te szerencsétlen, te idióta! Még kell neked mindig ordítani? De nekem te ne gyere, ne gyere! Álljál le! Álljál le, te, letepellek a földre!
Engem te nekem nem lesz szóval, mert neki adott egy sallért. Sallért, mi gyomorszajon is rúglak. Állj egyenes, hogy igen nézze a szemembe jel. Zsolti, én kiengedlek az ajtón. Nem kell, hogy ablakon menjék itt, gyere. Ha nem akarod, hogy a testvéred agyonverjen, akkor most... Ha ne haragudjam, az megteszek mindent. Most nagyon komolyan megkérlek. Be akartam jönni, minek jöttetek haza ilyen hamar? Minek jöttél haza ilyen hamar? Ha nekem te nem emelkezd a kesztyűdöt. Hát talán minek jöttél ilyen hamar? Nekem te nem emelkezd a kesztyűdöt, te. Nekem nem emelkezd a kesztyűdbe, letepellek a fülükbe. Te majom! Mit ordítasz velem, nekem jöttem? Te mit ordítasz, te majom? Nem szégyeled magadot, bejössz másnak a házába? Te szerencsétlen idióta! Nem megyek lenni magadnak, te! Te tedd a lábadot, te! Mit ordítasz? Mit ordítasz, mi nekem magad a kesztyűdöt, te tiszta bolond? Itt van a szőlőd is, eh? Milyen szőlőd? Menjél már magadnak a innen, eh? Menjél már magadnak innen, te idióta majom, eh? Bejössz másnak a házába? Hát ennek van pofája! Ennek van pofa, ennek a hülyének! Ne nézzél, te meg vegyél levegőt! A kesztyű! Nézzél veri az ajtót, mennyi mondani, neki leforrázom! A kesztyűmet add vissza! Nem adom vissza, takarodj el magadnak! Kesztyű kell neked! Nem szégyeled magadot, te! Nem szégyeled magadot! De mit ordítasz velem? Felnőtt ember képedre bemászolsz, kiöntöd a rizsát, ha normális vagy! Mit ordítotok velem? Tarkózik engem ez a hülye gyereke? Hülye gyerek, tudod ki a hülye gyerek? Én kihívtam volna a rendőrséget, hogy vigyék be. A sokkoltassa a kőt. Mert hogyha én sokkoltatom, az 13.900 forint, hogyha a rendőrség viszi, az 0 forint. És én meg akartam úszni 13.900 forint, hogy bevitték volna a sokkolóba. És vigyék be őt. Hát Dili Nohi, csalá a gyerek. Ilyen, ha ma visszajönni, ma leharagudjatok ma. Na, úgy meg vagyok fázva. Adja a kesztyűmet, ha. És visszajön, ez aha, hányszor kidobjuk, visszajön. A tolvaj, a rabló. A doróka nekünk, olyan, mint doróka. 60-szor visszajön nekünk. Na, most ez most nagy dolog volt, most ez nagy dolog úgy volt. Úgy próbáld itt a rizsát szétszórni nekem, hogy én megvellek úgy, hogy a szívedre jön. Tedd be oda a kukába a rizsát. De nem. Mondom, tedd oda, ha szétszórod itt a rizsát, én megetettem, veled fogom fölnyalapni. Tedd oda a kukába a rizsát. Viszek haza belőle. Ne vigyél, tedd be a kukába. Én szerintem ők, győző meg be, nem igazságosak velem. Én azt hittem, hogy igazságos testvérem van, igazságos sógorasszonyom van, nem. Ezt el kell, hogy mondjam, nem igazságosak velem. Te tolvaj! Te csirkefogó! Jó van! Te csirkefogó! Tudod, jó mi van. Vagy? Egy csirkefogó vagy! Egy csirkefogó, egy szégyentelen, és menj haza! És addig ide ne gyere, míg fel nem hívlak, te szerencsétlen! Szóljál neki, Béa! Béa, most szóljál neki! Ne kommunikáljál ma vele! Hagyjad ma! Húzd le ott a redőnyököt, ha ránk veri az ablakot, na! Jó, most már ebből kezd elegem lenni, de komolyan! Na! Nagyon elegem van! Húzd le a redőnyt! Ide van, ne is jöjjön! Nézd meg be, ki veri az ablakot! Úr Jézusom! Norman! De gyerek, egy felnőtt létire! Verd be az ablakot! Te falondoróka! Verd be, ha! Verd be, te! Te flótás, te szerencsétlen! Bea! Tetszik, nem tetszik, én már ma hosszút alkotom. Ahogy alkotol benne, nem jó az én. Mi nem jó? A kloffolóval is mit csinálta? Hogy megyek, visszaadom azt, amit ő adott. Mit adott? Kinek? Ez micsoda ma megint te? Jaj, hagyjad ma, ez így megmaradt tízét tészta, és akkor ezt megcsináltam így diósan. Ezt... De... Elmondtam ma neked, hogy fogyókúra az. Elmondtam ma neked, hogy dejta a séta nekem főzni. Az ki? De mindig hónap fogyott, hát de mindig! Hát ne haragudj, hogy nézel ki? Nem én, ne! Adja nekem sminket, olvastam most az interneten, nehogy Rambo, mikor megbosszult a filmbe maga. Mit bosszulsz? Rakol... Adjad ma azt a szerencsétlen testvéredet! Adjad ma, ha te direkt erre utazik! Ha te ezt megmered csinálni, én téged agyonverlek, megértetted? Számomra az volt az utolsó csepp a pohárba, hogy leengedte a kerekeimet, nem tudtam elmenni az Ambu Jimmy koncertre, több ezeren ott vártak, minden évben ott szoktam lenni, nem tudtam elmenni, nem volt, aki fölvigyen, nem tudtam odaérni, nagyon sajnálom, és ez volt az utolsó csepp. És én azt mondtam, hogy ezt megbosszulom. Na máma, bosszút alkotom! És akkor miben minősülünk? Vagy azt, hogy én elmegyek, kommandózok, mint Rambo, megnéztem este az a Rambót, azt rendesen itt letjött belém. Hogy kommandózol? Mi? Hogy? Így, megyek utána lassan. Megyek utána, lassan. Hát akkor nem fog észrevenni, te nem fogja. Legugolok, így, maradj le, te vagy Zsolti, legugolok. Aha, győző, te vagy? Ez fogja kérdezni. És akkor így ráugrok, mint Rambo, így. Aha. Hú! Megijedtél,
Ráugrok. Már tegye kamion, megcsinált a gácsot. A mai délelőtt se indult. Zökkenőmentesen Győzi ismét kitervelt valami ökörséget, aminek nem láttam se az elejét, se a végét. Ő tegnap este így DVD-zgetett, de nem gondoltam, hogy ő ezt komolyan gondolja, hogy ő Rambó akar lenni. Jó. Elita, gyertek ide, megbeszélni valónk van. Megbeszélni valónk van. Gyertek. Az én legkedvesebb arányaim. Gyertek, viszek egy sabrakot, eh? Még jó vagyok-e? Halló? Mi? Cseg, jó vagyok-e? Hú, de utalva keresni. Atya úristen, ez mióta kommandós? Hamar, ha nem olszal ki rajta, mész játszani. Úristen. Hát akkor mi? Hát akkor hogy kell? Hát nem így. Hát hogy? Nem így. Már nincs is itt a sminklánosó. Atya úristen. Tegnap este megnéztem a Rambó című filmet, és onnan jött az ötlet. Én ma Rambó leszek, Rambó akarok lenni. Tényleg, hol a csúzli? Ha honnan tudjam, csúzli? Úristen, hát most Rambó az így van-e? Tudod? Így, szia. Hát akkor hogy? Hát amit, ha be van a szem. Hát ez a direkt, ez a lényeg. Zsava, így. Akkor mondom. Tehát, hogy hol ijednek meg tőlem? Hát ki akarod, hogy megijedjen? Most a szemöldök, hogy miért vastagítok? Azért, hogy olyan legyél, mint Csincsi. Ha, eredjél ma innen, ha bolondot űzöl belőlem, csajé. Na, hol a csúzlisz? Visszaadom, most megkapod, most tönkreteszlek, most kicsinállak, dű, és gyűlölet. Azt éreztem, hogy most én most oda teszem magam. Hol vannak a bárányai? Kágaté! Bárányai! Szóhoz jutottam, mikor megláttam a testvéremet, odaszaladtam, hogy ez Győzi, mert furcsa ruha volt rajta, meg valami sapka volt rajta. Én nem gondoltam legelőször, hogy Győzi. Én azt hittem, hogy valaki, valami, mit tudom, milyen ember bejött a telepre. Na mi van te, gyerek? Jaj, te! Azt a mindenit a lábad, jaj, te ki van izéve? Lenevedd ma! Ki van izéve? Lenevedd, fáj! Lenevedd, tedd vissza! Betöltöm neked! Bekötöm neked! Bekötöm neked! Haj a lábam, jaj, tüdem a! Na igazán jó a testvér, ha itt van a közelbe! Tedd vissza a cipőmet! Nem kell ma ez nekünk! Tadj a cipőm! Gyere, megfoglak! Gyere, fogd meg a vállamot! Bevisztek! Jaj! Jaj! A lábam, Sanyi! Sanyi lábam! Szomorú vagyok, hogy nem tudtam neki visszaadni, de Isten így engem megbüntetett. A normális! Nem billak! Nem billak felemelni, várja! Lábam fáj! Látom! Fogd meg ezt, te! Fogd meg! Ma behúzlak! Ne! Húzd! Fáj a lábam, szólja magam! Láttam, már hívok mentőt!
De le kell, hogy vigyelek, hogy nem tudsz bejönni a mentő. Hát vissza a cipőt! Gyere! Jaj, fáj a lábam! Azt a minden, valahol szólok valakinek. Várjál te gyerek! Várjál, hogy itt ma a baj van. Itt ma a baj van. Szólok a mentőknek, maradj ott a helyén. Jövök! Maradj ott! Maradj ott, jövök! Ne hagyjál itt egyedül, hát vissza a cipőmet! Várjál! Maradj ott! Maradj ott! Apu! Apu! Jaj! Győző lehet, apu! Győző itt vagyok! Úgy maradja a bátya! Várja! Várja! Bátya, várja! 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 Nem visznek! A mentős akar! Győző! Be tudsz ide ülni? Próbáltam volna megmozdulni, ma akkor éreztem, hogy a lábam nem mozog, akkor éreztem azt, hogy valami történt, és én egy erős katonának tartom magam, egy ügyes fickónak, aki gyorsan felugrik, és már ott éreztem azt, hogy ott fekszek a mínuszba, a hideg földön, és segítségre van szükségem. Nem megy, gyerekek! Emeljél már meg! Ez az! Adj akkor gyere ide, gyere! Innen fogjam! Ez az most! Adj! Légy te arra! Meg vagy! Jó van, oké! Okay. Arra megfogom, talicskat elnél! Ne engedjél el! Ne engedjél el! Jó van! No. Üljél bele oda! Nem ülök bele a talicskat, a tiszta! Ülj bele! Lesz. Nem ülök! Gyere, vigyél így jelenként! Ne vágjak a lábadot! De hogy vágjak le! Gyere, így szögdítsd meg! Nem ülök! Na, ülj be! Nem ülök! Na, gyere, gyerek! Lassan! Akkor rambad asztalt a gyerek! A szememet ne vágj ki! Ez az! Jóval lassabban! Hallja! Mert leszakad a vesém! Jaj! Gyere lassabban! Hát a talicskával az volt a tervem, hogy beleültetem őtet és teljes mértékben kitolom. Az lett volna a legjobb. Csak nem gondoltam volna, hogy sokat ebédelt. Óvatosan! Jó van ez az, lassan! Jaj! A lábam! Jaj! A lábam! Jaj! Jó van! Győző! Semmi baj nincsen! Jaj! Aki másnak termet, arra spagettit bele! Igazi! Valahogy úgy, óvatosan! Várja! Óvatosan! Várja! Óvatosan, ez az! Jaj! Kedvesem! Egyébként majd beszélgetünk! Várja! Ez az lassan! Verem rá ezt a szápat! Most ezt te nem gondolod komolyan, te! Hogy ott óvalkodta a telepén! Eddig nem láttalak a telepén sosé! Na mit gondolsz magadból? Ha minek volt odaadta a telepén? Azt tudom, hogy fajalábad megcsúszta, de miért jött oda? Te arra bekented az ajtót, meg... Hát de kezdjük be, várja, ma kezdjük be, ott kitettetek a kocsiból! Kitettetek a kocsiból, te! Itt van, sose járkolt arra. Azt se tudtad, mi a járat, merre kell menni. Minek mentél fel a ponta a hétnek a tetejére? Minek? Megmondanád nekem, hogy minek mentél fel? Itt van, megcsúsztam. Ha mit gondoltam magadból? Igazi? Jó a testvér akkor az éha van, igazi? Így szaladgallok majd veledé. Kórházból kórházra. Ezt meg fogják röggönyözni, velem lehet játszani. Kétségbe estem. Én megmondom őszintén, elmondta Győzi. Az eredeti tervét én kétségbe estem. Se kép, se hang nem volt. Én megfattam, hogy Győzi erre képes, meg hogy csúszni volt nála. Hát utoljára, mikor óvodába jártam és hazamentem nagyapámmal, akkor faragtunk csúzlit. Mert minden áron papagájt akartam magamnak, mert azt tetszett kiskoromban papagáj. Hogy olyan szépen dalolgattak, fütyülgettek a papagáj. Hogy mentél be onnan, ott baszta a kerítésen? A szomszédtól? Nem, felmentem a hegyen. Nem is hiszem el. Nem hiszem el, hogy te a telepen ott voltál. Nézd meg, dagadja a lábad, zsibbadé!
lábad meg dagad meg nagyon fáj. Azt a mindenit. Tudod, vissza magadnak a többet ilyet ne csinálja. És a csúzdit minek hoztad a csúzdit? Le akartalak lőni. Le akartal lőni? Na tessék, hát azért annyira madur van, nem mehet ezt csinálni. Hát én nem csináltam, nem akartalak megverni. Leengedted a kerekemet. Bekented lekvárra az ajtót. Na jó van, ebbe igazad van. Betörti a házamba, folytasson még. Ebben látod, igazad van. Ebben szalszalj, hogy de kitetti engem itt az úton, a bőröndömmel. Hát miért tették? Miért nem jöttél vissza, hittem 4 óra múlva? Hát mit gondolsz te magadból? Jössz át! És ha kilőtted volna a szememet, akkor most ne vittél volna engem itt az ére. A Jóisten láss ezt! A Jóisten láss ezt! Látod, mit akartam? Zsolti, fáj a lábam, neki a fáj a lábad, neki a bája. Akkor ki akartad lőni a szememet? A szememet akartad kilőni? Nem a szemedet, hanem úgy akartad, hogy lelőlek hátulról nyakba. Lelősz. A nyakadba. Hát abba belegondoltam, hogy meg is hallhattam volna. Te arra belegondolsz, hogy most mi lesz a lábammal, lehet, hogy elveszítem. Ezt magadnak csináltad. Magadnak csináltad. Azt kell még, hogy levágjak. Azt kell még, hogy levágjak a lábadot. Levágjak. De majd adom az enyémet kölcsön, ha menni kell valahova. Na. Na, itt vagyunk majd. Megjöttünk. Hallod? Megjöttünk. Mindjárt meg. Ha miért jöttél meg, te majd? Jó napot! Nem tudom, a kocsi az égen. Jó napot, meghoztam a beteget. Tiszteletem, jó estét. Jó estét. Kocsiba? Jó van, mert nagyon fáj neki. Nagyon fáj, szegény gyereknek. Gyere te, gyerek! Hoppa! Hát hoppa. Neki menti az ajtónak! Gyere, véletlenül jó, gyere! Az ajtónak! Gyere te, gyerek! Hát ne rá cigalja, mert gyere. Nem vagyok ide! Ja, tényszeretem! Jó, vigyázz ide! Ez azért van itt! Úgy lassan! Húha! Várj a győző! Majd egy fogjalak, már megjél! Na! Jaj, hogy beletessed az ajtót! De nem kapok levegőt! Hozd majd ezt a kocsit! Megjesz, ilyen! Bácsi, tessék matozni a kocsit! Elessünk már! Hát elessünk, ide fájom! Hát ugye teljes mértékben nem vagyok ápoló. Én pásztor vagyok, én a birkákhoz értek. Mert ugye a birkák elesnek, feldőnek, nyakam közé vágom, hónom alá dobom és szaladok velük. De Győzit se a nyakamba nem tudtam tenni, se a hónom alá. Behozlak téged, még te ütögetsz te! Mit gondolsz te magadból? Bitangbad te! Ha beszorítod a fejemet! Bácsi, vigyem magad a közelebb hozzá, legyen szíves! Hát alkalmazzák! Te rohagyjál! Bitang! Te! Te tiszta majom! Na, majd tudom én, bátya! Nem kell, menjél haza magadnak innen! Ja, én hoztam egybe! Bezárgod a kocsit! Mindjárt bezárjuk! Hát szépen ma! Na, merre minden bátya! Amikor bejöttünk a kórházba, félelem érzet nem volt bennem, mert a testvérem azt is idiótán csinálta. Úgy vett ki engemet, mint egy darab deszkát, úgy rohant velem a folyosón, mintha rallizni akart volna. Egyszerűen nem volt bennem félelem, mert nem tudtam megélni a félelmet, mert attól féltem, hogy nem csak a másik lábam törik el, hanem a harmadik is. Egyes emelet rögtön. Gyerünk, te gyerek! Zsolti, elesünk! Egyes emelet! Zsolti! Zsolti! Jó, van, győző, nyugi! Üdvözlöm, uram, segítsen már nekik, egyes emelet rögtön, hol találom? Itt majd a liftel, bármelyik liftel. Gyerünk a liftel, testvérem. Mindjárt jobban leszel. Ne üssé már. Mindjárt, ez is oda visz minket. Gyere, itt van egy, gyorsan megyünk. Gyere, te gyerek. Nézd meg. Lassan! Zsolti! Ha neki viszel a fájdal. Jó van, egyes emelet. Gyerünk felfelé. Még ez csak jó, ha testvér itt van veled, igazi. Betegségbe, bajbot kell lenni. Támogatni kell egymást. Ezt mindet te csináltam. De ahogy csináltam én. Ezt mindet te csináltam. Nem én mondtam, hogy gyere oda. Én nem mondtam, hogy gyere oda csúszlival. Én nem mondtam, hogy kövessé engem. Én nem mondtam, hogy kembe az ajtó. De te már rossz szándékkal jöttél oda. Mondtam, hogy engem én nem fegyverrel mentem, nem vasvillalval mentem hozzám. Lekvárral. Megbizonyosodott. Én egy örökvesztes vagyok. Mint Zsolti előtt, mint a szüleim előtt, mint az édesapám előtt. Én egy örökvesztes vagyok, én nem tudok győzni. Nem tudok győzni, hiába vastam ki a vermet, belestem. Rásvárt győző. Itt vagyunk, csókolom. Jó napot, kérdezik, csókolom. Jó napot. Nem jó úton óta, bátyám, azt. Hát
Hát mi történt? A telepen volt, kint az megcsúszott a hegynő. Jöjjön. Nézzük már meg a lábát, hogy jobban van-e neki. Megnézzük. Föl kell ülni ide, jó? Én azt hittem, hogy nagy baj van. Na mondom, mi lesz? Kimegyek, megcsinálom a felvételt, tartsa így a lábát legyen. Jó, így jó lesz egy csókolom, hogy ez itt? Tökéletes, maradj jó. Hát tudnám kezdeni. Már ne kapjak sugarzást. Igen. Na, ne félj, itt vagyok, igaz, a pályba jövök én. Nem kéne neked is annyit kiabálni. Picit emelje meg a lábát, uram, még egy felvétel, és akkor kész leszünk. Legyen szíves, forduljon felém az oldalára. A fejét is tudnám neki felvételt csinálni? Hát nem, gondolom megvizsgálták, hogyha arról nem kértek, én nem csinálhatom. Mert forduljon teljes testtel felé. Még egy kicsit. Még egy kicsit. Nagyszerű. Na, itt vagyok, te gyerek. Így, uram. Testvéri köteles. Elengedem, tartsa így meg a lábát. Tartsad úgy, a mozgást is lefelé. Olyan sugarzást kapott te. Hát jaj, itt félén. Na, hogy csak sugarzást ne kapják. Nyugodtan szét is lehet valami. De Zsolti, ezt anyósomtól kaptam szülinapomra. Vágjuk szét neki, ne odaadjuk. De Zsolti, ezt anyósom vette nekem ezt a napjában. Vágja szét neki, vágja szét, menj csak meg. Zsolti, ezt anyósom vette. Anyósod ide vagy, anyósod oda. Vágjuk szét. Zsolti, ezt Aranka néni vette nekem ezt a nadrágot. Jó van az, majd lesz neked másik. Jaj, ezt kaptam szülinapomra. Na megvárj a böskerén. Hát de ezt anyósom 40. szülinapomra vette. Ja, ezt kaptad, akkor bátya nem tudjuk vissza. Vissza lehet a varrás mellett. Na varrás lehet, hogy ilyen jó csinálják itt nekünk. Meg lehet csinálni. Úgy kell csinálni, ne félj. Úgy, nem jobb így, nem könnyebb így? Nem. Jó, és ez meddig lesz neki benne ez a vasé? Ez a vas neve, csak a tartó. Ja, tartó. Rögzítjük a lábát neki. Aha. És így is kell aludnom? Igen. 6 hétig lesz így? 6 hétig. Meddig? Meddig. Na itt van-e, jó van az neked? Én nem fogom ezt kibírni, én otthon nem fogok feküdni, én nem vagyok jó beteg. Én 6 hétig megőrülök, én az idegosztályon kötök ki. Na jó van ez neked, na az én hát nekem örülök neki, hogy... Akár ebben mit tudok csinálni, ami valakod is létezik a kezét? Hát de nekem munkám van, 6 hétig én nem fogom pénni. Fogja kell a kezét, lábát föleveli, igen. Így. Megtartja egy kicsit. De 6 hétig nem tudok mit csinálni. Hát nem tudsz nekem csinálni. Hat mixzik egy arra színpadra. Hat mixzik, hát én nem tudok menni így. Nyugod, készülök hát, a így. És hát hogy fogok így konditerembe járni? Hát törjöm az arcodat is. Jaj, fejezd ma be, Zsolti. Jaj, fejezd ma be. Hát én 6 hétig nem tudok. Nincsen semmi, 6 hét. Így kell maradnod, nem kellett volna kommandózni. Hogy fogok tisztalkodni? Sehogy. Hát addig majd így kitörülgetlek, így. Húnoda legyen, kitörülgetlek. Jaj, Zsolti, fejezd magad. Ez is rajta lesz neki? Igen. Húha. Hát én ilyet nem hordok. Most ha hordod, ha nem hordod, ezek rajta kellene. Zsolti, ez tök ciki. Hát hogy megyek így be a konditerembe? Hát ki mondta neked, hogy gyere, kommandóz autóval. Hát senki kérdezik. Hadrág alatt nem látszik. Így van. És akkor így fogok utcán közlekedni. Így van. Ne csináljunk ma hét magamból. Győző, semmi baj nincsen. Na figyelj majd, de azért ma csak jó, hogy nem lett nagyobb baj, te Istenemre mondom. Hál' Istennek, hogy a bátyám túlélte eztet, mert ő nem gondolta hát, hogy ő mi van. Ő azt hitte, hogy Rambó. Nem Rambó ő. Ő hirtelen felindulásból ki akarta lőni az én szememet. De ugye nem az én szemem sérült, az ő lába. Na lássa a Jóisten, hogy ki a jó ember. Köszönjük szépen, bátya. És meddig legyünk itt 4 óráig, még ez befor neki, vagy csak? Orvos megírja a papírokat is. Azt akkor mehetünk, ugye? És tabletalkot adnak neki? Mindent, írnak fel gyógyszert. Köszönjük szépen, bátya. Éjjel tudjon aludni. Jó. Bátya, köszönjük szépen. Jó egészséget, viszontlátásra. Köszönjük, Balta. 6 hét múlva találkozunk. Jó, Balta. Minden jót magának. Na figyelj majd, te. Te belegondoltam, hogy... Te belegondoltam, hogy hát hétig mennyi munkát fogok magam tartani. Ezt nem én csináltam. Ezt belegondoltad, hogy Románia le van nekem kötve. Le van nekem kötve London, le van nekem kötve New York Hackney-ba. Hogy fogok elutazni? És mi lenne a hét? Hogy fogok elutazni? A rengeteg Hackney-m le van kötve. Le van kötve egy lagzim, le van kötve egy városnapom. Akkor hogy fogok elmenni? Majd én elmegyek minden. De hova mi? Te tudsz énekelni? De még megint kiabálnak. Nem bajról. Kiabálok, Zsolti, nekem most elegem van, Zsolti, 6 hétig el a munkám, igen. Na itt van majd, megjött van, kamó piroskáj. Ki ő? Kamó piroska. Kamó piroska, a néniké. Megjött majd. Nézd meg, mit csinálta Gavala. Hát ezt nem te csináltasz. Én csináltam. De én mondtam neki, hogy kommandózom.
De mert nincs meg olva semmi. Ne szorítsa annyira, győzz! Atya úr! Van még lábbal a fejem? Hát a mála a fejem. Meg 6 hétig így kell élni meg. Nézd! Hogy visszük haza? Hogy visszük haza? Rahat ma. Rahat? Ma ra, ra, ra. Azt mondta? Hát azt mondjátok, hogy nekem ezt kitalálhatjuk be. Mit? Ezt. Én mondtam neki, hogy ne csináljon sem. Megcsúszottunk, te gurultunk, azt lehet elemények. Ezt kivégültetek ma végre? Ha maradja, de mindig kiabál velem. Na, akkor csináltok ki, mind a ketten kis ujjal. Azonban. Nem, nem az a jel, nekünk az a jel. Nem. Nyugodj az a jel. No. Istenemre mondom. Istenemre mondom. Ha többet nem packázunk egymással. Többet nem packázunk egymással. Jó testvérek leszünk. Jó testvérek leszünk. Anyámra, apámra esküszünk. Anyámra, apámra esküszünk. Hogy mind halálig. Hogy mind halálig. Jó testvérek leszünk. Jó testvérek leszünk. Szalem alaikum. Szalem alaikum. Amen, amen. Amen, amen. A Jóisten legyen velünk. Ennyi testvére. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, de már nagyon örülnék, hogyha végleges békét kötnének, és olyan szinten egymás mellett tudnánk élni békében. Hát nem mint eddig, hanem mint ezután. Na, gyere, ugrálja ki. Na, jó, menjünk akkor. Be, amíg kint van, amíg beszélek a bátyámmal. Jó? Na figyelj majd, te. Ez nem volt szép munka, hidd el nekem. Te se viselkedtél, jó? Én sem viselkedtem, jó. Nem kell ezt nekünk csinálni, hogy mi van, hogy van. Jó testvéreknek kell lenni, hidd már nekem. Régen te jó testvér voltál. Mióta megütted a fejedet, mióta operáltak, eltattak 6-szor, 7-szer, azóta valami a fejed bühiánzik. Gyerünk, mondjuk. De várjál ma, azt ma régen akartam mondani. Nem tudunk elmenni valahogy, a fejedet visszategyék oda, ahol 15 évvel ezelőtt. Na jó, Zsolti, gyerünk. Mikor elestem, akkor az jutott eszembe, hogy még az Isten sem akarja. Testvérek vagyunk. És rajtam abban a pillanatban nem szabad egymást támadni. Gyerünk, úgy. Rány, úgy, azaz, gyere. Jó, ez a semmi baj. Semmi gond, gyere. Jó. Lassan. Úgy. Fiatal asszon létedre lerokkant az urad, az férhő még magadnak, találsz jobbat. Fiatal asszon létedre a gerinc klinika arra kell hordani a csinos uradok. Találnál magadnak, jobbat össze is alhatna a fiatalabban. Húzd ki magad. Ha hogy húzzam ki magamot? Hát az ormányom sem működik ma hetek óta, hogy húzzam ki magamot? Húzd ki magad. Ha hogy húzzam ki magamot? Kicsit egyenesebb. Ha hogy törjem el a gerincem egy csajé? Már annyira unalmas volt ez a görnyedt járás, amit leművelt, hogy én mondtam neki, hogy most már gyerünk orvoshoz, mert hogyha plasztikai sebészhez el tudsz mászkálni, akkor most már akkor gyerünk el rendesen az egészséged érdekében egy normális gerincorvoshoz, aki diagnosztizálja azt, hogy most mi van tulajdonképpen. Napot kívánok, kezdj sok napot valamit. Kívánok, tanulom. Hát eljött az idő, megint győzött. Jól néz ki, ami azt illeti, legutóbb, amikor találkoztunk, nem volt az ennyire ferde. Dr. Jakab Gábor, gerincsebész. Hát hallom, hogy mi történt. Az az érzésem, hogy kellene róla egy röntgent készítenünk, hogyha nem bánja. Nem, nem bánom. Köszönhetem, megkaptam az MR felvételt, a tavait, ezeket fogjuk kielemezni. Én meg fogom vizsgálni, és akkor eldöntjük, ahogyan továbbot. Rendben? Jó. Ahogy hallom, sok a panasza is, ugye? Hát az a baj, hogy ágyon nem tudok aludni, csak földön, nem bírok mozogni, nem... De ez olyan, mint az időjárás, hogy jön magától, de elmúlik, egy évben 2-3-szor elkap, utána megint nincsen, ha konditerembe járok, akkor előjött fél évente 1-szer, ha nehéz súlyt emeltem, ez hát mondom. Most nem súlyt emeltem, most, nem... most a plasztikai műtét után jut ki közvetlen, amikor felvette azt a hülye tartást, mert hogy ja, igen, voltak fájdalmai, és akkor... Igen, a plasztikai műtét után közvetlen ki is jött, igen. Hát mostanában azt érzem, hogy le vagyok rokkanva, nem látok, nem érzem a lábamot. Én szerintem, hogy én most egy olyan rokkantságilag olyan 95%-os vagyok. Történt valami rossz dolog, ami nem gyógyult, elgenyett, vagy mondjam? Volt a negyedik műtét. Meg a harmadik. Meg sőt, az első is nem akar begyógyulni. A legelső. Az első nem akar gyógyulni, a harmadik meg a negyedik sem akar gyógyulni, az ötödik, hatodik ma elég jó gyógyul. Semmi se eredeti rajta, kivéve a fejét.
Most miért nem? Most miért mondasz ilyet? Ott, ahol a hiba van, a probléma, az még megvan. Nem tud egy jó a sebész, doktor? Amikor egybe kerültek, akkor is voltak ilyen viták maguk között? Vagy akkor még jól mentek a dolgok? Hát akkor még nem akartam Jackson lenni. Ő még nem akart izé lenni. Britney Spears. Én bajom vagyok, így, hogy vagyok. Kösz. Önnek sajnos serdülőkorból is van problémája. Lehet, hogy ez akkor nem derült ki. Olyan porckorongokra derült fény az MR kapcsán, ahol nem egyenes a porckorongnak az árólemeze, tehát ez a felszín a csigolya és a porckorong között nem egyenletes, hanem ilyen betörések vannak, ilyen kiboltosulások. Ez azt jelenti, hogy amikor ő intenzíven növekedett, tehát serdülőkorban, és puha volt az árólemez a porcos növekedés miatt, akkor a testsúly megnövekedésével megnőtt a porckorongban a nyomás. Ez sajnos destabilizálja a gerincet eleve, és egy kicsit merevebbé teszi azt a részt. Meg lehet csinálni, el lehet végezni egy kis felszabadító, idegfelszabadító műtétet. Mennyire durva, mint egy plasztikai műtét? Semennyire. Hát műtét az műtét, Győző. El kell hozzá altatni a beteget. A plasztikai műtét az körbe vagtak, csak fal, csak fal. Sokkal kisebb. Sokkal kisebb meccés. Ebből a szempontból, mint szervezeti tehertétel kevesebb valószínűleg. Viszont beleszól a gerinc mechanikájába, ami így sem tökéletes. Egy hét alatt rendben jövök? Nem. Nem. Még egy hónap alatt sem. Nem azt mondom, hogy műtétparti vagyok, de már annyit szenvedett annyi éven keresztül, most akkor miért nem lehet ennek véget vetni? Győző, gyakorlatilag ugyanazt találom, mint két évvel ezelőtt. Tehát ebből a szempontból nincsen változás. Én szívem szerint először egy infúziós sorozatot ajánlanék megint, mert ez már egyszer be tudott válni. Én azt gondolom, hogy ha az megint hatásos, és sikerül egy egyéni gyógytornát összerakni, akkor azt szerinti, bocsánat, 5 napig itt kell aludnom. Bejárhat éppen, csak a bejárással az a baj, hogy messziről tenni, és elveszti a hatást azonnal. Igen. Tehát az, hogy az ember ennyit autózik, macerás. Jobb lenne bennmaradni, igen. Elvileg. Hát nem tudom, gyerekek. Mert? Most már nagyon feladta a kaleckét. Hát te tudod, te életed. De ha nekem kéne dönteni, ne haragudj, akkor lehet, hogy én inkább választanék egy ilyen operációt, mint a hatszor szétszabdaltatom magamat. Ugyanolyan beteg, olyan lehet, hogy nem lennél olyan beteg, mint a plasztikai műtét után. Te ebbe belegondoltál? Hogy nem lennél ennyire beteg? Hát szorítókat hordasz. Lehet, hogy ezután a gerinc műtét után például nem kell bugyiba járni. Hasszorítós bugyiba. Na, az egy elő. Végül is akkor most a csontkovácsolva be vagy jelentve. Ez azért. Na, mennyi? Na, megyek, látod, hogy megyek. Fogjalak? Nem, tegyél fel a tetőre. Azt kéne veled. Azt. Tetőre tenni. Csöngessék fel. Van egy olyan ismerősöm, aki arra esküszik, hogy ő csontkovácshoz járt, ilyen kiropraktőrhöz is. Úgy meggyógyult a gerincsérvéből, hogy most fejen áll, meg kézen áll, meg mindent ugyanúgy csinál, mint az előtt. Üdvözlöm, Gáspár! Tiszteletem! Dr. Ormos Gábor, a csontok kovácsa. Na, látom messziről, egy kicsit görbe a tartása. De hogy vagyok én görbe? Az asszony. Az asszony tett engem görbévé, doktor úr. Hát azon nem tudok segíteni, akkor az helyre. Na, hadd kérdezzek azért pár szót, hogy ez most mióta van először magának, mióta vannak ilyen panaszai? Hát öt éve kezdődött, és most egy hete megemeltem magam, mert a mikrót kellett arrébb tennem, azt így is maradtam. Én nem nagyon hiszek a csontkovácsokba, meg a gyógyászatba, mert én abban hiszek, hogy beveszem a tablettát, vagy elmegyek a kórházba. Én egyáltalán nem hiszek a ilyenbe. Gáspár úr, azért tájékoztatnom kell arról, hogy tehát ez egy porckorong sérv, tehát amit a MR-ről mondott, hogy a 4-5-ös között van egy baloldali sérv, tehát hál' Istennek nem került műtétre, most se fog, de ez nem egyszerre gyógyulós dolog, tehát ez nem olyan, hogy Csontkovács lecsrop, és elmúlik, és rögtön kiegyenesedik és megy. Tehát ez feltétlenül többszörű kezelést igényel, és valószínűleg is gyulladást csökkentő gyógyszert is kell majd fölírnom. Tehát azért mondom, hogy ez nem most egyből hip-hop fog meggyógyulni. Aztán meg kell beszélnünk a gyógytornát, ugye? Tornászott valamit is? Soha. Hát mondjuk ilyen gerinctornát kell végezni, stb. Konditerembe arra.
többi haverral, cimbivel. Konditerem az, az nem annyira ugye? Ajánlatos, az, az nagyon egészségeseknek jó. De hát a doktor, most akarok a indulni az októberig. Hát, hát ne csináljuk na, már. Paraolimpián induljon. Ja, nem a... Ez nagyon jó. Mit nagyon jó? Be a októberi ott akarok lenni. Nézőnek, nézőnek. Jó, jó lesz az neked. Nézed, onnan a tolószékből szívem. Nem tolószékből. Megurítol a... Nem. Jó lesz az út. Lazán. Jaj! Segíts! Jaj, ne tessék kitörni a derekamon, doktor úr! Csönd, csönd, Győzők, én ezt törni kell, ez jó lesz. Ezt a kis roppant. Éreztem, én még sosem voltam Csontkovácsna. Nem baj, elmúlik. Jaj, jaj, milyen erő van maga a doktor úr. Győző, nyugi. Jaj! Jobb lesz ez? Jó, hogy nem, de ezért végezti, adjunk túl szakot. Na, jó. Fogj össze hát én akár a kezét, jó erősen. Jó? És nyújtsa ki a lábát, kérem. Nyújts ki, egyenesre? Azaz, azaz. És megégyel rá magát a lábát. Jó, még egy picit. Jó, doktor! Na, én... Hát, ilyen... utolsó fényképek mentek le, meg az utolsó pillanatok mentek le nekem, amikor a Csontkovácsot elkezdett hajtogatni, úgy ma láttam a tavaszt a búzamezőbe, azt éreztem, hogy hát engem ott összetörnek. Jaj, de jó! Rendesen érzem, hogy jó! Rendesen zöldnek látom a világot! Mi reggel meg akartam hálni? No, megtanultad? Ez, ez volt a jó, Győző? Vagy amikor... Nekem az volt a jó, doktor, hogy feküdtem, azt így megtetszett rántani engem, mert na, az egy fehér mozdulat volt. Feküdjön még egyszer. Na, az jó volt, csak így lehúzom, hogy így. Ezt most miért kell lehúzni? Hát, de ne legyen ki a fintelő. Mi olyan hosszú? Nem hosszú. Az a baj, hogy nem hosszú. Na, akkor az egy csak egy picit még várjon. Lehet, de nem az... kell behajolni, hát? Lehet, hogy azt hatott, hogy az asszonyra nézett. Na, hagyd nézett ilyen, de szépen, de zálom. Na, látja. Tisztában, mint az álom. Várjál. Hagyj halljam majd, Zsicsa. Lehet, hogy ez... Jaj! Ne jaj, most a sóhajtsa jól. Ne, nem... Egyet! És fújja ki? Jaj! Jaj, doktor, rejtöm a derekamot! Nem. Jaj, de jó, rendesen jó esik. Hát én nem aggódtam Győzőért, amikor most ropogtattatok. Hát orvos, hát csak ki tudja, hogy mit csinál. Nem aggódtam érte. Ez így volt jó? Még jobban tekerhette volna, hogy jobban fájjon neki kicsit. Na, rendben. Ehe, Dív, mami balettozni is tudok. Na, mehet a balettkorba, de csak a hátsó... De Kodi, indulok a és ezt te miattad, hogy rád néztem. Te csoha no vagy, benned van a boszor kávé, amit előrököltél ma magtunk. De látja, most ez hatás, jó hatás. Hát, doktor úr, a nagymama egy boszorka volt. Hagy legyen. Csohanó volt. Vannak jó boszorkák is. Na, hát, de akkor jó fiatal gyógytorna azt intézze nekem ilyen 20 éveset. Nagyon tudnék neki örülni, ha beasszom megtanulni ezeket a fogalsokat, azt így össze tudna engem ropogtatni, minél többet összeropogtatna, ne csak adkozzon engemet, hanem ropogtatna is, eljárhatna ilyen tanfolyamra, ilyen ropogós tanfolyamra. Képzeld el, én sose hittem a Csontkovácsba, sohasem büdös életben. Hogy annyira az egyenes? Ehe, úgy megyek, mint a modellek, ehe, Dík. Hát nézd ma, meg ha gyerekek szenvedtem otthon 3 napot. Hát ahogy úgy megyek, mint a modellek, hát gyere, nézd ma, meg Beja. Hát nézd ma, milyen csinosan megyek. Vezethetek? Most ma tudok vezetni, ehe. Biztos, hogy ehe. Nézd meg e. Nézd meg e. Hát de tudok menni be, hát ez nem minden. Soha nem hittem a Csontkovácsban. Nincsenek itthon? Hála jó Istennek! Nem is olyan rossz. Megnyírjuk, hogy tudják, hogy mi van. Gézsítjárt. Gézsítjárt. Fantomas, itt járt Fantomas. Jó legvárt. Ők nagyon tiszta mániások, és ha ragad, még ott nekik nem nagyon tetszik a dolog, nagymama legvárjával bekenem az egész ajtót.
ha ők kidobtak az autóba engem. A palacsintóba, drága likva. Ne győzője. Így járt a Gyolti. Így. Ne. De hogy engem kinyugdíjaznak a derékamrai, hát ma nem hiszem, hogy gyereki 5 éve gerincbeteg vagyok. Hát az orvos is mondta, most már pihenjél le. Pihenjek majd ma a temet. Úristen! Nem, ezt nem hiszem, elgyőző. Szerinted, de most nagyon szerinted, hogy a szívemre tud jönni. Zsolti! Szerinted ez normális, hogy teca vagy mit írt ki? Teca! Gézsér! Ez szerinted normális, hogy nem elég az embernek a gerinc bánataért? Kizé van rajta! Ne idősítsél ma fel engem, de ez így le van ott? Mi? Mi le van ott? Látsz, hogy mi ez? Nem. Lekvár, hát nem látsz. Tényleg? Olyan, mint aki le van így hanyva. Az én testvérem egy zakkant. Jó, mondja édesapám, kiesett a babahagyba, megütte az agya. Dili Nohi, cigányú bolond. Haló! És kinyom az a rohadt retkedik. Hát ez normális dolog. Ez szerinted normális dolog, hogy így? Ez normális dolog. Szerinted egy 37 éves embernek, vagy 38, vagy 40 éves, ki tudja hány éves, ez normális, hogy Gézsi, meg peca vagy, pesa vagy, nem mit rajzol? Nem akarok hazudni, de te vagy ebből az alomból. Ebből az alomból te jöttél. Ez a vigyázz, ma olyan lesz a bundát, olyan lesz a bundát, te tiszta ütődött! Hát ha van eszi ennek a gyereknek, akkor mondom, be kell őt utaltatni gyarmatra, bolondokhoz. Hát nézd ma, meg csinálja ma a meleg vizet, majd én lemosom akkor, azt még az orvos, hogy pihenjek. Így majd meggyógyul a gerincsérvem. Így majd. Egyszerűen nem hittem el, hogy valakinek erre van passziója, hogy lekvárral bekenni egy fehér ajtót. Egy ilyen piros, nem tudom mi volt az, milyen lekvár. Itt is tiszta lekvár mindené. Hát Basi, de meg minek van tartva, ha nem ugattad meg, Basi a... Zsanti! Te retkedünk, hol vagy? Hol vagy? Nyisd már, mert ott az itt először lekvár, hát figyelj! Először! Lemosom én, hát ne állsz szállva! Jaj, de nagyon okos vagy. Erre eddig nem jutotta oda-e, hogy ezt így kell-e? Nehogy már eddig ne jussa oda-e! Hát normális! Nehogy már eddig ne jussa oda-e! Szerinted ez normális, na, hogy ilyet csinálj, lekvárral bekeri az ajtót? Ragadva-e! Nem lenne már, mikor ebből egy celebét csináltunk! Na, hát akkor ma, ha te nem mégy át, azt te meg tudod, mi megkend ezt s***kend be neki, s***a, oda az ajtajára! Mondom! Ha nem, a hasajtót adok neked! Oda kell, hogy s***a neki az ajtóra, az ajküszöbre! Elég! Ma kezd elegem lenni, mindenből én szívom! Mert ti barátok vagytok, mert nem vagytok barátok! Hát milyen barátok vagyunk? Testvérek vagyunk, egy alombó vagyunk! Fordított esetben, hogyha csinálta volna mondjuk az én testvérem, ami kizárt dolog, akkor nem tudom, hogy Győző hogy reagálta volna. Tuti, hogy nem takarítja le az ajtót. Az olyan tuti biztos, mint hogy itt ülök. Jó, meg gyerek a sottába! Még egyszer megjegyzést teszel a testalkatomra! Ha nem nekem kéne a fitparádén indulni, neked! Az erőem elő! Rendesen válasson! Jobban faljon a derekad! Ha rendesen ki vagy válasodva, ha nem butala annak ilyen, ha rendesen vagy más húlyem előtt, sajé. Ha ne haragudj, ha rendes, mi mérbe, rendesen izé, a picekszed meg van csinálva. Nem, hogy gyúrna magadnak, azok te lenni gyúrós beja. Megmondom az őszintét, ha Győző nem folyamatosan ezzel zaklatna, eszembe se jutna. Én olyan jó ízűen tudok enni, én szeretek enni, én szeretek főzni, én szeretek enni, én nem szeretek mozogni. És ez mind ebből adódik. Csaj! Bea! Édes Bea! 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 Én csak a tényeket ma
mondtam, nem mondhattam a szratin jankorodból, te nagyon csínos vagy, hát nem vagy csúnya, csak ma benne vagyunk a korba. Meg hát egy kicsit válasodtam. Na, most neked ma megint mi bajod van? Na, most azt a képet lesed, minthogy azon agyalna, hogy ha a testvéred belekvározta a beállatjártól, akkor te meg mennyi darab hashajtót kéne ahhoz bevenni, hogy most hasson azonnal és mehessék kakilni az ajtóba. Hát ma azért ne nézzél meg engemet ózni sinternek! Azért ne nézzél meg engemet ózni sinternek, hogy én hashajtót veszek be, nem járatom le a nevemet, amit felépítettem idővel! Nem járatod le a nevedet? Akkor majd mire jövünk még haza, hogy nem lesz bejárati ajtód? Lesz eleve? Lesz vágva a gazcső? Mire jövünk még haza? Hát nem unod még? Nincs valami, amivel össze tudom maszatolni őköt. A műkaki nincs! Műkaki. De nem műkaki kéne, s hely műkaki! Vagy még az is jó ötlet, vasododa tennék. Addig ott lenne, még ki nem jön neki, túl kéne etetni egy kicsit a kutya. Na, azért nem egy rossz ötlet. Győző az nagyon bosszú álló, őt, aki bántja, az ezerszeresen kapja vissza. Na mi van itt a szekrén, ne várja? Itt a drága csokoládé, nem kenjük raj? Kitől kéne ganájt kérni? No, az jó, ott ganáj, az neki van. Hát ucsi bulétnál volt munkkor ganáj, tehén ganáj. Engem nem érdekel, agyalja. Nem kérné, nincs ganáj? Még csak a sok izé van. Hippó? Jó. Sósa? Micsoda? Azt mondja, hogy műhó dekorációs spré. Hogy engem ő leöntött kakaóval? Hát azért ez most már tényleg desszert. Lekvarral indított kakaóval zart. Ez nekem nem megy. Még nekem jött seprővel, hogy ő megver engemet, a szerencsétlen gaj. A gaj olyan, mint egy rossz gaj. Álljon már meg a menet. Te normális, hogy most vettem fel. Új ajtót kell venned. Be, gyere már ide, be! Gyere már! Új ajtót kell venni ide. De mit csináltál? Te meg leöntötted Szilva Lekvárval. Hú, te! Lőntesz kakaóval, te normális vagy? Hol a feleséged? Magyarázd el neki, hogy milyen ütődött bolondura van neki, te! Te retkezik! Ava futsz le! Te, engedj be, te! Engedj be! Engedj be! Engedj be! Faszta mindenit, engedj be, te! Megtorkollak, engedj be! Na nézd meg én! Azt a mindent, új ajtót kell venni, te! Hát új ajtót kell venni, te nem szégyeled magadot, te! Te! Hát te, új ajtót kell venni, mit gondolsz te magadból? Engedjetek be! Én azt megbántam, hogy avval a seprő nyélel a fejét be kellett volna neki törni. Beszaladtunk volna vele a sürgőségére, az jó van. Nézd meg! Te meg valami ne is lássalak egy darabig! Te fenyegetőzöl, te jössz hozzám, te szerencsétlen! Én hol jövök hozzátok? A kakaós kalács volt, a kakaót így kellett kiönteni! Nem lesz kakaós kalács estére! Nem lesz kakaós kalács! Kakaós kalács? Na, azt akart főzni a nyúkom! Sütni akart! Azt mondja, én kentem össze a lekvarral neked! Nem én voltam! Gézsé! Akkor ki volt a k***ére két hónap? Gézsből a rakló! Gézből volt a rakló! Jó Isten, adjon meg! Mennyi felfürödjél! Nézd, mert lekakaózott engem! Mondom, hogy kakaolni kell! Ha nem, kakaó, kakilni kellett volna, azt akkor ne is volt szépe! Tiszta izé vagy, italiano! Én rád fújok, te szerencsétlen idióta, én rád fújok! Mit szólna ahhoz, hogyha most itt lezárnánk ezt a történetet, és azt mondanánk, hogy többet kart nem teszünk egymás haza? Így van, meg ide kell falat tenni, Beán! Ide kell tennie! Na jó, mert 60-as benne vagyok. Falat! Benne egy kis ablak vagyok. Lesz, hogy azért tudjunk egymásról! Te meg álljál le! Álljál le, te! Én megütöm őt, Beán, most már nem értek el, de megütöm! Megütöm, leöntem minden kakaóval! De a lekvár az nem volt szép! Nem én voltam! Akkor ki volt? Ki volt? Te mi volt? A szomszédbú? Vagy ki volt?
Te! Te szerencsétlen tábla, vagyis nekem én megütlek úgy, hogy azt megkerülsz a sürgősségére! Ez a Mikolasz táblaja, hát ez hogy kerül ide? Most baj a tényleg, ezt kirendezi le ezt a dolgot, é? Kirendezi le, hát menj ma be! Na, feküdj ma le! Gyerekek! Be a kakaós kalacsa, mi lesz? Halljon ma meg a menet, azt a drága lökvart rákent az ajtómra. Igen, ő egy sinter. Sinter, sinter, utolsó sinter. Mi a pugyi mi szóljál lett? Ne lássalak egy darabig, most mondom neked, ne lássalak egy darabig. Mert ebben kell félnem ki a fogaidot, te. Ebben kell félnem ki, te. Te szerencsétlen. Most már nem lesz az, hogy ott ordít. Ki a szerencsétlen, mondd ma? Te vagy a szerencsétlen. Ne féljél. Ki fél tőle, ne féljél. Te perlek odaja, te szerencsétlen, te. Gyere, birkózzuk le. Birkózzuk le. Gyere. Megrúgdoslak úgy, hogy kétségbe esél. Kétségbe esél, te szerencsétlen! Ennek jó megy! Kakaó, lekvar, ennek nem számít! Ennek nem számít! Most kezd be, ame, ennek nem számít! A bolondnak, a tiszta tirinona, az idiótának! Nem szégyeli